Ez a vizes akadály volt a szombati maratonhajtás legnagyobb kihívása a résztvevő fogatóknak, hiszen a lehető legrövidebb idő alatt kellett keresztül jutniuk rajta. Az összetett hajtóversenyek legmegerőltetőbb és legizgalmasabb része ez, amire több százan voltak kíváncsiak. Nekünk is vidéki gyerek vagyok, lovunk volt annak idején, és akkor lovagoltuk is, hát szeretem. Igen, úgy állt az összességében, igen. A megmérettetésen szombaton jól teljesítettek a szilvásváradi Ménes Gazdaság fogatai. 2010-ben kezdtem az aktív pályafutásomat, azóta aktívan versenyzek. Egy nagyon jó maraton után vagyunk most, amint a Pafmir forma szerint úgy van, hogy megnyertem, nagyon örülünk. Nagy a tét, ugyanis a Szilvásvárad Masters versenysorozat a 2024-ben megrendezendő négyes fogadhajtó világbajnokság előszobája. Mai nap talán a legizgalmasabb és az egyik leglátogatottabb napja a fogadhajtó versenyeknek zajlik a maratonhajtás. Ezt mondhatjuk, hogy ha szabad így fogalmaznom, hogy a fogadsportnak a rallia. Itt 7 akadályt kell teljesíteni a versenyzőknek, amelyek által F-ig fel vannak betűzve, és ABC sorrendbe kell őket a kijelölt kapokon keresztül meghajtani. Mindenkinek megvan a kedvenc akadálya természetesen, de a nézőknek a legnagyobb része az a mögöttünk látható vizes akadályt részesíti előnyben, azért az mégiscsak az a leglátványosabb, amikor belevágtáznak, illetve kivágtáznak a lovak a vízből. A 2021-ben megálmodott Szilvásvárad Masters versenysorozat legfontosabb célkitűzése, hogy a település ismét a világ lovas sportjának egyik fontos helyszíne legyen.